Én már vártam nagyon a sulit, a nyár végén már kicsit unatkoztam. Eddig még jó tanuló voltam, de sose lehet tudni. A felső tagozat az már valami, ezért egy ötödikes, ez már egy rang. Szörnyűség, holnap már tanulunk, mi végre ez a nagy sietség, kérem, hiszen még előttünk áll egy teljes iskola év. Dó, ha dúdolsz, így kezd dó. Rét, egy régen látott rét. Mi együtt ez a mi. Fáb a fák fönt az ég. Szó, egy dallam, hogyha szó. Lá, és követi a szó. Amikor olyan sokáig kell egy helyben ülni, hogy a lábom már nem bírja, és magától elkezd dobogni a pad alatt, és rám szólnak, hogy ennyi, akkor nem szeretek iskolába járni. Amikor sehogy se akar vége lenni az órának, és a mögöttem ülő árulkodós rákezdi, hogy tanítónéni, a Dani kérem megint ezi, akkor nem szeretek iskolába járni. Hát ezért nem tudok mit válaszolni arra, hogy szeretek-e iskolába járni. Minden gyerek tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak lenni. Folyton jónak lenni iszonyúan unalmas és emellett fárasztó is. A felnőttek folyton csak azt mondják, hogy legyél jó, meg ne legyél rossz, meg az, hogy tanulj rendesen. Könnyű azt mondani, és ha a gyerek rossz élet hoz haza, akkor apa otthon rákezdi. Ha beindulnál a bolygón, gyertek osztozunk meg a bolygón, én az Úristen állom majd. Ha beindulnál a bolygón, csinálj egy új út, a bolygón, ne várjon a pénz és háj. Ha csinálj a tűn, és állj a tart a szájtán, valószínű, hogy valami te hibáztál, és szól a pokon akkor, nem tudod járni. Van itt kovon, mit inke, mint a masti, szolítkodok, rendül egy nyitasti, és a balegyes, ami megmagyarál, és katyába rálasz. Ha beindulok már, milyen a világ? Hosszú vagy kerek? Minden, ami van, hogy fér bennemek? Hol ér véget, és hol kezdődik el? És én hol vagyok? Távol vagy közel? Köszönöm, hogy
10 perc, két undok szürke óra köz. Csak is a 10 perc, a 10 perc. Sok unalom és szigor köz, a diák csak is erre volt. Közben a képzelet elszáll, túl az osztály négy falán, sőt a gyermek szép kíván. Ezernyi őrült játék vár, ha itt a 10 perc. Ha felrúgod, ezért bőg és árulkodik, még te kapsz büntetést. A lány vécébe is bejönnek a fiú, vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk. Azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. Tanácsok iskola kezdésre. Ha osztálytársad véletlenül tanulni kell, ez nem ok arra, hogy te is hasonlóan cselekedj. Amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra, inkább halasz holnap utánra, akkor hát, ha nem lesz rá szükség. Az a feladat, amely nem oldódik meg magától 30 nap alatt, az nem érdemli meg, hogy foglalkozzanak vele. Mindenkinek kell, hogy legyen valami hobbija, de nem feltétlen szükséges, hogy az a tanulás legyen. A tanulás érteti az ember, de még a pihenés se ölt meg senki. A lustaság fél egészség, de te legyél teljesen egészséges. Mi nem félünk a tanulástól, mert tudjuk, miként tartsunk magunkat távol tőle. A kérdés miatt na a tanárokat tip, ők is olyan utálattal vannak iskolába, mint a... A napok gyorsabban telnek, ha nem számolod őket. Csak az első egyesért kell megküzdened, a többi már jön magától is. Az iskolapadot ne rongáld, mert valószínűleg még az unokáid is ebben nőnek majd.